Az elismerések Biatorbágyi átadóján az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy a program az otthoni kertgazdálkodást népszerűsíti. A verseny célja, hogy a kertművelők munkáját elismerve, hozzájárulva ahhoz, hogy minél többen foglalkozzanak az otthon konyha kertműveléssel. Az országos kertszépítő verseny évek óta sok ember mozgat meg. Emellett közösségépítő funkciót is ellát, ezért segíti az Agrárminisztérium a program ismertségének, elismertségének növelését. Közölték televíziónkkal a 2012-ben még csak 22 jelentkezővel indult programhoz, 2015-től Magyarország minden megyéje csatlakozott, és mára már 138 határon túli település is részt vesz a programban. A családok idősebb és fiatalabb generációi a tudást átadva művelik otthon a kerteket, saját kétkezi munkájukkal zöldséget és gyümölcsöt termelve. Az öngondoskodás nagy lehetőséget jelent a járványidőszakban. Sári Kovács Szilvia, városunk alpolgármestere, a Magyarország legszebb konyha kertjei program igazgatója elmondta, idén 230 településről 1840 kerttel neveztek a versenyre, ami a tavalyi 378 település 2500 nevezéshez képest nem jelent jelentős visszaesést a járványhelyzet ellenére sem. A program eddigi történetében 15642 nevezéssel 87225 kertművelő tevékenykedett a kertekben, akiknek több mint a fele 20 év alatti volt. Elmondta, sok óvoda, iskola és tavalyról már bölcsödék is csatlakoztak, és egyre több szociális intézmény vesz részt a programban, illetve hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek által gondozott kertekkel is pályáztak. Tájékoztatása szerint idén minden kategóriában adtak át elismeréseket, és 3 életműdíjat is kiosztottak azoknak, akik már 4. alkalommal nyertek el országos minősítést. Városunk alpolgármestere fontosnak tartja, az indulók többsége a vegyszermentes kertművelést választja. Ha mégis permetezésre kényszerülnek, egyre tudatosabban használják a megfelelő szereket, megfelelő dózisban. Így biztosítható, hogy minél egészségesebb zöldségféléket termesszenek. Sári Kovács Szilvia bejelentette, hogy 2021-ben is megrendezik a versenyt. Szorgalom, kitartás, hűségi elmondattal. A részletekről egy következő híradásunkban láthatnak majd tájékoztatást.